Az augusztus 19-i megnyitás után a Hotel Stáció menedzsmentje a szakmai újságíróknak is bemutatta a háromcsillagos szállodát. A kifejezetten a repülőtéri forgalomra számító Stáció Airport Alliance Hotel az ország legelső repülőtéri szállodája. Az Optotel Kft. 550 millió forintot fordított a beruházásra, amelyből jelentős részt tettek ki a különleges technológiai berendezések. A szálloda szolgáltatásait tekintve messze túlhaladja a három csillagos színvonalat. Fancsali Gábor értékesítési vezető elmondta, hogy a hotel stáció abban különbözik a hagyományos szállodáktól, hogy 90%-ban egy éjszakás vendégek veszik igénybe szolgáltatásaikat. Elsősorban külföldi utazók, de gyakorlatilag bárki, akinek repülőtér közeli szállása van szüksége. A szálloda energiaellátását egy hőszivattyús rendszerrel oldották meg, ami 60%-kal csökkenti a költségeket. A korszerű technológiát és informatikai rendszert beépítő cég képviselője elmondta, hogy olyan technológiát építettek be, amely lehetővé teszi a precíz vendég és személykezelést, valamint egy fokozottan észszerű és takarékos üzemeltetést biztosít. Pável Béla alpolgármester kiangsúlyozta, hogy a szálloda felépítésével egy elképzelés, elképzelés valósult meg vecsésen, amit az önkormányzat is támogatott. Emlékeztetett arra, hogy a háború után kitelepített 1500 vecsés és fáb leszármazottjai, akiknek már nincsenek hozzátartozói a városban, akár ebben a hotelben kényelmes körülmények között meg is szállhatnak.